Idén a 93. ünnepi könyvhétre készült a Bródy Sándor könyvtár. Az intézmény kötetbemutatókkal, koncerttel és különböző találkozókkal is készült. Erről beszélgetünk a folytatásban Kelemenné Csuhay Zsuzsannával, szolgáltatási igazgatóhelyettessel. Szia, köszöntünk a stúdióban ismét. Üdvözöllek titeket és a nézőket. Milyen céllal rendezitek meg ezt az eseményt évről évre, újból és újból? Természetesen, ha könyv, akkor kötelességünk a könyv közelében tevékenykedni. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy az olvasást népszerűsítsük, és én azt hiszem, már várja is a városnak a lakossága, hogy ezek az alkalmak létrejöjjenek, különösen most a 2 éves szünet a pandémia okozta hiátus miatt, és hogy kötelességünk is az, általában tudva levő, hogy az egri helyi írókat, alkotókat helyezzük a középpontba, hogy az ő munkásságukat, tevékenységüket, alkotó művészetüket bemutassuk. A fiatalokat is próbáljátok bevonni az ünnepi könyvhét eseményeibe? Természetesen. Hogy lehet megszólítani? Természetesen a fiatalokat is, hiszen az a célunk, hogy az olvasóközönségünk az állandóan növekedjen, nőjön, és olyan rétegeket is megszólítunk, akik még eddig nem fordultak meg a könyvtárban. A fiatalok esetében, hál' Istennek, a pályázatok és az előző olvasás népszerűsítő kapcsán nagyon jó kapcsolatok kialakultak iskolákkal, magyar tanárokkal, könyvtárosokkal, és ők nagy előszeretettel hozzák különböző foglalkozásokra a tanítványaikat. Ez az egyik módja. Hál' Istennek, mikor eljönnek, sokszor egy kicsit kétség van a szemükben, de aztán rájönnek, hogy milyen jó volt ez a foglalkozás, ide máskor is eljövök. Nagyon sokan jönnek hozzánk utána is kölcsönözni a könyvtárba, kialakítottuk a tini zugunkat, de egyre többször tapasztaljuk azt, hogy a látogatások nyomán ide jönnek tanulni is. Tehát, hogy bekuckóznak a tini zugba, vagy éppen a böngészőbe a laptopokkal, ugye most már teljesen elérhető a wifi a könyvtárban, és akkor a különböző programok részkon való részvétel is általuk megnövekszik. Ugyanakkor kortárs írókat is természetesen hívunk meg, nem csak az egri alkotókat, ahogy ez most a könyvhéten is volt, amikor például Karádi Annát vagy Stiglinc Milánt vendégül láttuk, tehát kicsiket, nagyokat egyaránt megcéloztunk ezekkel a programokkal. Ez alapvetően célja is volt a könyvtárnak, hogy kisebb-nagyobb közösségeket is, közösségeknek is helyt adjon? Hát természetes, 0-tól 99 éves korig, vagy a felett is akár, tehát hogy mi mindig arra törekszünk, hiszen azt hiszem már bebizonyítottuk nagyon sok alkalommal, hogy a gyerekkönyvtárban is a baba programoktól, kisiskolásokon át, óvodásokon át a nagyobb gyermekekig megszólítunk mindenkit, de természetesen a pedagógusokat, a szülőket, a programokkal, sőt a könyvhétnek része volt a Bébillér mesekör, mint ahogy ez hétfőnként lenni szokott, illetve nagyon-nagyon széles körben próbálunk Egerből elment, elszakadt egrieket, egykori egrieket is megszólítani. Így van most ugye Tátrai Miklós esetében, aki már 2-szer volt a vendégünk korábban, és most a Rejtélyek emlékek szerelmek kötetével 3-szor is jelentkezik nálunk. Karádi Anna, a Füredi földes úr, a Füredi gyermek, tehát a Füredi sorozatával is vendégünk volt. Most a Füredi gyermek jelenik meg a könyvhéten, és egy egészen nagy írótábora, rajongói tábora van, akik a könyvhét szombatján ellátogattak hozzánk. Kérlek, mondj még néhány példát, hogy milyen programokat sikerült eddig megvalósítani, és mire vagy a legbüszkébb, vagy te miben érezted a legjobban magad? Szinte, ahogy említettem is, állandó szereplők a helyi írók, költők, alkotók, a Csida Jenő baráti kör, azzal nyitottuk ugye programsorozatunkat, Lisztuczki Lászlónak az Ó, vélet gondolok most tollas jobb kezeddel című kötetével. Ez igazából írók, költők írtak egymásnak, egymásról, egymáshoz verseket, és ez egy hiánypótló mű volt, hiszen 61-ben jelent meg hasonló válogatás, és azóta nem volt hasonló. Tanár úr a pandémiát használta föl, hogy a hatalmas könyvtárából válogasson, szerkesszen, és azt kibővítve jelentesse meg a kötetet. Vagy például Sziki Károly elhozta hozzánk Bonifác herceget és Vilmos császárt. Na, természetesen itt nem az uralkodói személyekre kell gondolnunk, hanem cicákról van szó, és a cicák tulajdonságokat
árnyékaiban felfedezhettünk emberi tulajdonságokat, illetve azt is próbálták megfogalmazni, hogy mit is jelent az ember életében ez az ember-állat közösség. Aztán itt volt, ahogy említettem, Stiglitz Milán, a legkisebbeknek mesét hozott magával, Kincskeresés Nagymaroson, amiből fel is olvasott részleteket. A najmanosok például ellátogattak, itt ugye hogyan is szólítjuk meg őket, egy könyvtári túrára a könyvhét keretében. És péntek délután pedig egy találkozót szerveztünk írókkal, költőkkel, egri alkotókkal, akik elmondták, hogy az elmúlt években mit alkottak, milyen műveket hoztak létre, és milyen tervekkel rendelkeznek a jövőrét, nem csak már tapasztalt, ahogy említettük, ugye irodalomtörténészek, alkotók, írók, mint amilyen Lisztuczki tanár úr, Bakacsi Ernő, vagy az Agria szerkesztő Ködöbec Gábor, mondjuk a fiatal kortárs Somoskői Viktor is ott volt, vagy éppen Fodor Júlia, akivel nemrég ismerkedhetett meg az olvasóközönség. Aztán ugye szombaton volt Karádi Anna a vendégünk, és most a Neked adom kötet szerzőjét, Csipos Erzsébetet látjuk új kötetével nálunk, és azután még egy érdekességet tartogatunk a könyv hétvégére, szerdára, vagyis csütörtökre. Csütörtökön ugyanis majd Petneki Noémi látogat el hozzánk. Ő műfordító, és felfedezett egy nagyon érdekes litván-lengyel írónőt, aki a magyarságot tanulmányozta, az erdélyi magyarságról írt tanulmányokat, és közben a magyarságról alkotott gondolatait fogalmazta meg nagyon egyedi stílusban, ahogy a kötet címe is mutatja, Aditól a Mangalicáig, tehát hogy egy ilyen elég meghökkentő címmel jön el hozzánk, ami megmutatja azt is, hogy hogyan gondolkoznak másról a magyarok. És persze Bródi Antikvár is van a könyv hét ideje alatt. Megszokhatták már az olvasók, hogy azokat a könyveket, amelyek még jó állapotban vannak, de már, hogy úgymond kikoptak a könyvtárállományból, azokat kiárusítjuk. Azt is kérdeztem az előbb, hogy neked mi volt a kedvenced ezek közül, de hát láttam a szemcsillogást a cicás témánál, úgyhogy szerintem azzal meg is válaszoltad, hogy talán az vagy rosszul tippelek. Hát igazából nem is tudnék választani, mert témájában mindegyik annyira különböző, akár a cicás, akár Lisztuczki tanár úr, tehát egy teljesen más világ, de Karádi Anna lenyűgöző személyisége, tehát jó, az is feledhetetlen volt. Nem nyomás alá. Tudom, hogy te is ellátogattál az ünnepi könyvhétre, méghozzá közreműködőként. Hát, látogattam, hanem igen, el is látogattam tulajdonképpen egyben, de részt is vettem olyan formán, hogy felléptem és énekeltem nekik egy keveset. Elvarázsolt minket a néptalaival. Köszönöm szépen, hogyha ezt így gondolod. Petra, meg nem akartam beléd folytani a kérdést. Igen, említetted a könyvvásárt, amit, ha jól tudom, az ünnepi könyvhéten kívül is várjátok az olvasókat. Így van. Ez milyen formában? Az ünnepi könyvhét kezdetével, tehát az elmúlt hét kettől kezdve árusítunk. A különböző selejtezések folyamán keletkeznek ezek a könyvek, és a raktárban elég nagy készlet áll rendelkezésünkre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezeket most ki fogjuk árusítani. Egy kicsit hiánypótló, ez nagy szívfájdalmunk egyébként, hogy a könyvesboltosok már nem tudnak megjelenni. Egerben nagyon kevés olyan könyvesboltos van, aki könyvet árusító hely, aki új könyveket árul, és hogy valóban ez a kitelepedés, ez egy kicsit problémás ma már napjainkban. Talán ez is egy kicsit helyhez kötöttébbé tette az ünnepi könyvhét programjait a kisebb városokban. Nagyobb városokban ez még természetesen jelen van. És akkor egy picit pótoljuk ezzel, hogy akkor a Bródi Antikvár könyveit, a jó állapotú könyveit természetesen árusítjuk. Az ünnepi könyvhét végig, tehát a héten folyamatosan árusítjuk. És hogyha ez ilyen népszerű lesz, mint idáig, sokszor alig várják, hogy az új dobozokat kibontsuk, akkor egészen úgy gondoltuk, hogy a múzeumok éjszakájáig, tehát 25-ig fogjuk folytatni ezt az árusítást. És még legyen szabad egy mondatot ide betűznem, hogy
nem csak, hogy árusítunk könyveket, hanem megbocsátás hete is van most 2 hétig a könyvtárban. Tehát aki elfelejtette valami oknál fogva, akár legyen az betegség, a pandémia, vagy egyéb más akadályoztatás miatt visszahozni a könyveket, az most természetesen késedelmi díj nélkül visszahozhatja a könyveit. A múzeumok éjszakájára pedig félárú beiratkozást tervezünk. Ó, de jól hangzik. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk, és további jó munkát kívánunk nektek. Nagyon szépen köszönjük.